Hát nem vagyok egy reklámzseni, ezt elmondhatom mindenkinek, meg nem nagyon szoktam az ilyesmit elvállalni, de amikor pár héttel ezelőtt megkeresett a Hankook, és elolvastam, hogy miről is van szó, akkor úgy gondoltam, hogy miért ne. Ez egy tipikusan olyan dolog, egy olyan gesztus, amit én úgy gondolom, hogy Magyarországon példaértékű, és példaként állíthatok ki bárki elé. Remélem, hogy nagyon sokan a szívükhöz is veszik. Történt ugyanis, amiről nem is tudtam, hogy a Hankook évek óta, most már több mint 10 éve támogat magyarországi önkénteseket, civil szervezeteket, jótékonysági szervezeteket, mivel kapjatok a szívetekhez gumiábroncsal. De azt mondom, hogy a 10 év alatt több mint 1000 szervezetet támogattak már, és több mint 20 000 gumiábroncsot osztottak szét, azért az már úgy mindjárt más, nem? Úgyhogy azt mondtam, hogy srácok, én ezt nagyon szívesen megmutatom országnak, világnak, hol lássátok meg, hogy így is lehet. Úgyhogy ezért is öltöztem be most tűzoltónak egy picikét, önkéntes tűzoltónak, mert itt vagyunk Biatorbágyon. Itt ez a T3, ez például annyira makulátlanul szép, hogy már felizgatta a fantáziámat. Ugyanazzal az iSept RS2 téli gumival nyomják, amivel én is az összes téli autómat használtam, és egy nagyon-nagyon jó téli guminak tartom. Keressük is meg Nagy Tibor parancsnokot, aki elmondja, hogy mit csinálnak ők. Hol vagy, Tibor? Szervusz István, itt vagyok. Örülök, szia, hogy találkoztunk. Na hát, Nagy Tibor, mint a neve is mutatja, ugye te vagy itt a Biatorbágyi Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek a parancsnoka. A Biatorbágyi Tűzoltó Egyesület, ugye ez egy önkéntes egyesület. Ez mit jelent pontosan? Ezt fejtsük már ki egy kicsit, most akkor önkéntesek, ezt most társadalmi munkába csinálnak, munkaidőn felül vagy, hogy vagytok ti 24/7-ben? Munkaidőn kívül, aki itthon tartózkodik a településen, megkapja a riasztást tőlem, akkor jövünk ide a szertárba, fölülünk a mögöttem lévő nagy szerre, és vonulunk a tárhelyszínre. Az önkéntesség az ugye abban merül ki, hogy most legyünk lényegre törőek, ti ezért kaptok pénzt vagy fizetést, hogy ti ezt csináljátok? Mi ezért egy huncut vasat nem kapunk, tehát mi a szabadidőnket, olykor még a pénzünket is beleáldozzuk, hogy fel az egyesület működjön és a településért tudjunk dolgozni. Látom, azért a cucc az teljesen modern, hát én kaptam újat, ugye? Soha ilyen új drága, ennél drága ruha nem volt rajtam, Peti. Meg jók a gépek is, hát a T3-as ez valami csodás. Ez a csapatszállító gép. Igen, ez a csapatszállító, meg kisebb műszaki mentésekhez szoktunk ezzel kivonulni. Mert ugye van itt nagy autó. Ez micsoda, Tibikém? Látom, hogy ez egy Mercedes. Ez egy Mercedes 1224-es Metz. De már nézzük már meg, mutogass már meg. Metz felépítésű gépjármű fecskendő. Ez egy fecskendő is egyben. Igen, 2600 liter víz van a tartályában, teljesen felszerelve tömlőkkel, láncfűrésszel, létrával, mentőkötéllel. Aha. Igazából ezek a gépek, maguk az eszközök, amiket használtok, azok abszolút korszerűnek mondhatóak, illetve a feladatuk elvégzésére alkalmasak. Így van, teljesen alkalmasak. Beszéljük erről, mert azért csak itt áldogálunk, Petikém. Azért a T3-as benzines, ezt nézd meg, Caravelle, dupla kocka lámpa. Ezt mikor szerváltátok, Tibi? Ezt is a német testvértelepüléstől kaptuk. Hát lassan 15 éve, hogy már megkaptuk tőlük. A karosszéria lett felújítva teljesen, a motorjához hál' Isten nem kellett nyúlni. De és most a Hankooknak hála kaptunk új futófelületet, gumikat. Mert a régit azt már illő volt lecserélni? Azt már illő volt lecserélni. Kaptunk tőlük négy darab téli gumit és 4 darab nyári gumit. A Schuster fia lejárja a lyukas cipővel. Látom amúgy, hogy szeritek innen az árokból beborult autókat, hogyha leesik a köd vagy szitál. Hát nem, ha már egy kicsit esősebb az idő, akkor már csúsznak meg az emberek, mert nem az útviszonynak megfelelő tempót válasszák. Magyarul mész, mint a barom, az a baj. Hány riasztásotok van ugye évente? Hát évente olyan 100-125 biztos, hogy van, és ebben van tűzeset, viharkár és ugye autóban. És akkor ki kell ugye rohanni, beöltözni és go, és hány percetek van mindenre? Hát 20 perc a meghatározott, hogy az idő alatt el kell indulni. De és ez sikerült is? Hát általában a jelen pillanatban olyan 10-12 perc alatt elindulunk. Mindezt önkéntesen, ingyen és bérmentve. Le a kalappal. 90-es évjáratú. 90! Kerek 1990-es. Nézzék, ilyen gyönyörű! Még a teniszlabda is ott van a vonóhorgon. Kinyithatom? Hát, ha nyitom. Na most,
ugye én pakoltam ilyenbe sokat, onnan tudom, hogy az esztergapadot beemelni a farmotoros transporterbe nem annyira egyszerű. Mert ugye itt van a motor hátul, és ugye ez a két literes benzines, ez tényleg örök élet meg egy nap, meg ezzel úgy be lehet is haladni, szóval ez a 100-110-et azért tudja tartani. Hát én nem merem elmondani, hogy mennyivel mentem vele, de tempósan lehet vele haladni valóban. Tibi, baszki, ez autó ma is? Igen, igen. Én azt mondom, hogy 30 év múlva is gépjármű lesz. De szépen jár a motorja, úristen, hát nincs hangja, baszki. Igen, hát a 120 után jön meg a hangja egy kicsit, de egyébként 120. Negyedikben megyünk 60-nal és nyomatékból megyünk. Azért ez egy kellemes dolog rá. Jött a riasztás, hogy gyertek, mert na, ég az épület, és nagyon ég. Nagyon ég? Nagyon leégett a tető, és a ügyek hivatásosok is kijöttek, akkor még nem volt ilyen felszerelésünk. Hú, de szépen. Igen. És oltottuk az épületet, lakóépület volt. Fönn voltam a tetőn, ültem a szarufán, és az egyik hivatásos tűzoltó azt mondja, hogy visszagyulladt alattad a szarufa. Hát locsold le, mondom neki én. Azt mondja, de vizes leszel. Hát tényleg? Ez vele, akkor inkább szóhatjak. Köszönöm szépen, Tibi, hogy itt lehettem. Szerintem jövünk még ide, aztán megnézzük. Szeretettel várunk. Nagyot itt a hátunk mögött. Szeretettel várunk. Köszönöm. Ez meg egyszerűen mint a vaj. Ez elképesztően finom cucc. Pű, öregem. Már szólj, ha eladó lesz. Hát, az biztos, hogy nem. Ha az egyesület úgy dönt, hogy nem kell, akkor én... Lecsapsz rá! Igen. Élek az elsőbség jogával. Jó. Jó jársz vele. Le a kalappal az összes önkéntes tűzoltó előtt, ugyanúgy le a kalappal a hangunk előtt, hogy így támogatja őket, és szerintem ez egy példaértékű dolog. Aztán döntsd el, hogy ez most reklám volt, vagy nem.